ott lettem vallásos emberként. Most is azt mondom, hogy ez hozott haza. Nagyon sok jó barátom, akik úgy feladták, és azt mondták, hogy az egész minden érdekes, semmi. Napok, heteken belül elment, meghalt. Felvételt nyertem Sopronba az Erzészeti Egyetemre. De a kollégiumban éppen csak elhelyezkedtem, meg értem, jött két ember, embernek nem nevezném, két alak, akik nagyon röviden szedtem a tudcomat, és hát kérdeztem, hogy hova, már soha egy szót nem szóltak, beütöttek egy autóba, hiába kérdeztem, hova megyünk, rájöttem egy beszélgetés folyamán, ahogy a főhadnagyártás beszélt velünk, hogy mi csak mellékszereplők. Semmi, nem mi vagyunk az érdekesek, nem mi vagyunk a főszereplők, hanem volt nekem a faluzi gimnáziumban egy hittantanárom, a harangozó Ferenc. Volt külön egy cselkészterem, ahol hát a hittant órákon kívül délutánonként ott találkoztunk. Ezeket a gyerekeket mind letartóztatta, összegyűjtötték, és ezekkel rá akarta bírni a hatóság, hogy valljanak úgy, hogy valami összeesküvést csináltunk. És aztán jött az etap. Az borzalmas volt. Kivittek a vasútállomásra, egy vagonba, ma meg nem tudnám mondani, három felé volt osztva a vagon. Középen volt az őrségnek hely, meg egy kályha, és jobbra, balra meg arabok feküdtek. De csak úgy tudtunk feküdni egyik oldalunkon. Az a cipő volt rajtam, amivel letartóztattak. És ott egyszerűen szétmállott nekem. Ilyen sáros, jeges út volt, és szétmállott. És akkor jó indulatú volt megint a katona, mert azért azt mondom, hogy nem az orosz emberekkel volt a baj. A rendszer volt gonosz, nem az orosz ember. Akkor a szuronyos puskával oda talált egy ilyen zsákot, és oda dobta nekem. És mutatta, hogy tekerjem a lábamra. És akkor ketten megfogtak, a harmadik meg rátekerte a zsákot, úgyhogy én Norizba is úgy kerültem föl, hogy egy zsák volt a lábamon. Nem volt nevünk, nem voltam Fekete Iván, ez volt az egyik borzasztó, hogy megszűntem létezni, mint ember. Nem voltam Fekete Iván, évekig nem hívtak Fekete Ivánnak, hanem P989-es voltam. 54-ben, 55-ben akkor engedélyeztek, nem tudom hány levele, lapot. Én mindig így kezdtem, hogy drága jó szüleim. Tegnap kaptam meg egyszerre július 5-i és július 30-i leveleket. Le se tudom írni azt az érzést, mikor a fiúk már messziről lobogtatva hozták nekem az annyira
drága levelet. Úgy éreztem, én vagyok a legszerencsésebb ember a Földön, hisz hazulról kaptam hírt 7 év után. Mit akadás, különösen az első év elég kellemetlen volt. Szerencsére mi hamarosan beilleszkedtünk az itteni életbe, és úgy nem kerültünk nagyobb nehézségbe. Így telt el csendben pár év, mikor 53-ban sok magyar fiú hazament, bizony nem a legjobb érzés volt visszamaradni, de megmaradt bennünk a remény, hogy mi is nem sokára haza kerülhetünk. Drága anyukám, apukám, leveleteknek annyira megörültem, hogy szinte megzavarodtam, és nem is tudtam, hol kezdjem, mire válaszoljak. Vigyázzatok magatokra, a viszontlátásig szokcsor, csókol benneteket, és az egész rokonságot szerető fiatok, öcsi. A lágerfőnök egy ezredes volt, az összehívta a népet egész röviden, hogy a napokban Mihályt biztosítva lesz a szerelvény, és hát önök mennek haza. És akkor rá két napra valóban a Tyutyusin nevezetű altábornagy, az kiállt oda az állomásra, és akkor mondott egy hegyi beszédet. Ami történt, megtörtént, ezért az átkos béri a hibás, ez is jellemző, ugye? Aki nincs ott, azt lehet szidni, átkos béri a hibás. Önök menjenek szépen haza, építsék a szocializmust. És apám várt az állomáson. Hát az... Ja. Ketteltünk szombatára az Iványi Pistával. Igen. Hát aztán ugye, és hát aztán a nem borzasztó, de nem borzasztó volt az tényleg anyámmal a találkozás. Tulajdonképpen mindig anyás voltam is, Na mindegy. De aztán akkor... Jó volt itthon. Bosszum már bennem nincs. Én azzal nem tudok több, én azzal többre nem tudok menni, hogy valakit megbosszulok. Mivel bosszulom meg? Családjával, ővele? Mivel? Mennyivel lesz nekem az jobb?